Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket nagy péntek ünnepén. Jöjjetek lélekben, boruljunk oda, mi hatalmas Istenünk színe elé, csöndesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szent háromság, egy örök Isten, irgalmas Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel magasztalunk téged, könyörülő, megváltó szeretetedért, ennek megrendítő, mégis csodálatos jeléért, Jézus Krisztus kereszt haláláért. Köszönjük nagypéntek örömhírét, hogy Jézus Krisztusban van a világnak megváltója, szabadítója, üdvözítője. Kérünk téged, Urunk, segíts meg most minket, hogy szent lelked és ígéd által mélyebben megismerjük Jézus Krisztusban megváltó Urunkat, még inkább tudjunk előtte és ő neki hódolni, és még inkább átjárja a szívünket az iránta való szeretet, és újra megerősödjön bennünk, vagy megszülessen bennünk a Jézus iránti elköteleződés. Köszönjük, hogy életünknek ebben a mostani nehéz idejében ünnepet szentelhetünk neked. Köszönjük, hogy otthonaink magányában, csöndjében, vagy családi körben, de ünnepelhetünk, mert megőrizted életünket, mert vigyáztad egészségünket, és mert adtál a szívünkbe vágyat ezen a nagypénteken is reát figyelni, igédet hallgatni, veled találkozni. Áld meg így, kérünk, a mi szívünket most, készítsd el szívünket a te igéd számára, hát, hogy veled valóságos találkozásunk legyen. Üdvözítő, szabadító, vigasztaló Istenünk. Köszönjük, hogy egyetlen megváltunk az Úr Jézus érdeméért. Meghallgattál minket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Isten igéjét, amelyet a Máté írása szerinti Szent Evangélium 27. fejezetéből olvasok, a 27. verssel kezdődően az 50. vers végéig. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözd légy, zsidó királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponyahelynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal, ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mensd meg magad, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni.
ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óratájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lama sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották, ezt így szóltak, Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzve, és inni adott neki. De a többiek ezt mondták, hagyd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Másokat megmentett. Ez Jézus Krisztus életének, küldetésének, szolgálatának summája, nagyon rövid, de tökéletes összefoglalása. Másokat megmentett. Bár ott a kereszt alatt ezt Jézus ellenségei mondták, és gyalázatos szándékkal mondták, hiszen így is gúnyolni akarták Jézust. De az igazságot mondták ki. Bár nem ez volt a szándékuk, mégis a mondatukkal hitelesítették Jézust. Bár Jézus nem szorul rá, hogy az ellenségei hitelesítsék őt. Sem akkor nem szorult rá, sem ma nem szorul rá. Mégis Isten hatalma megcselekszi, hogy úgy is felragyogtatja Jézus dicsőségét ebben a világban, hogy olykor-olykor még az ellenségek is kimondják az igazságot, másokat megmentett. Elismerték és kimondták ott a kereszt alatt, gúnyolódva ugyan Jézus ellenségei az igazságot, hogy Jézus megmentő, Jézus szabadító, Jézus megtartó, Jézus üdvözítő. Mert ezt mind jelenti az a szó, amit igényben előfordul. Ez a nagypéntek örömhíre, hogy Jézusban van ennek a világnak megmentője, szabadítója, megtartója és üdvözítője. Akkor látjuk jól a kereszt Krisztusát, akkor értjük a nagypéntek lényegét, ha felismerjük és megvalljuk, hogy Jézus megmentőm, szabadítóm, üdvözítőm. Ott a kereszt alatt Jézus ellenségei gúnyolódva mondták ki, másokat megmentett. Ez a gúnyolódva szó azt jelenti szó szerint, hogy ott mélyen belül megütni. Mondhatjuk így is, hogy Jézusnak a szívébe ütöttek bele a gúny szavaival az ellenségei. A görög nyelvben használták ezt a szót arra, amikor a skorpió a méreg tövisét beleütötte az áldozatába. A halálos ütés szava is volt ez, amit mi így olvasunk, hogy gúnyolódva. Nem csak Jézus testébe ütötték bele a szögeket, de az ellenségei még ott élete utolsó perceiben is a szívébe, lelkébe beleütötték a gúny mérgét is. Így gúnyolták, gyötörték Jézust ellenségei, de most ugyanakkor kimondták az igazságot. Azt az igazságot, amit korábban 3 éven át Jézus nyilvános működése során előbb letagadni igyekeztek, hogy Jézus mások megmentője, majd amikor már nem lehetett letagadni a nyilvánvaló tényeket, mert Jézusnak minden tettéből, szavából és egész lényéből is áradt az emberek felé
Isten megmentő, szabadító, megtartó, üdvözítő szeretete, amikor ezt már nem lehetett letagadni, akkor hitelteleníteni próbálták ezt Jézus ellenségei. Azzal is megvádolva Jézust, hogy az ördöggel cimborálva cselekszik ő, mint az emberek megmentője, szabadítója, megtartója. Most itt Jézus élete utolsó perceiben, ott a kereszten függve hallja az ellenségektől, akik lelki elvakultságukban önmagukra Isten jogos, igaz ítéletét hozva mondják ki. Másokat megmentett. Igen, mert Jézus Krisztus az Atya Isten akarata szerint mások megmentője, szabadítója, megtartója, üdvözítője. Így jelentette be az angyal Jézust a születésekor már. Ott a betlehemi mezők felett elhangzott a karácsony örömhíre, született néktek ma a megmentő, a megtartó, az üdvözítő. És Jézus, amikor 3 éves nyilvános szolgálata ideje alatt odafordult emberekhez, és ezzel a megmentő, szabadító, könyörülő irgalommal elkezdett cselekedni értük és az életükben, akkor újra meg újra ez ragyogott fel, hogy Jézus megmentő, Jézus megtartó, szabadító. Bűnök szorításából, fogságából mentett ki oly sok életet. Gondoljatok Zákeusra, vagy a házasságtörésen ért, Jézus elé odavitt, jogos ítéletre odavitt asszonyra. Jézus megmentőjük lett. Nem úgy, hogy igazolta a bűnüket, hanem úgy, hogy megszabadította őket bűneik fogságából. Oly sok embernek elmondta Jézus, megbocsátottam, eredj el békességgel. Jézus így is volt az emberek megmentője, szabadítója. De úgy is, hogy életveszedelmekből mentett meg sokakat. Gondoljatok, amikor a viharos tengeren közeledve jut el a tanítványaihoz, és menti meg őket a pusztulástól. Vagy halálos nyomorúságok, betegségek szorításából, a teljes kilátástalanságból szabadított ki életeket. Gondoljatok sok-sok leprásra, az akkori kor gyógyíthatatlan betegeire. Megmentőjük. Szabadítójuk volt Jézus. Vagy a halál hatalmából hívott vissza ebbe az életbe életeket. Jairus 12 éves leányát, a saját barátját, Lázárt is. De Jézus megmentő, szabadító, megtartó olyan értelemben is, hogy akiket magával közösségbe vont, azokat megtartotta maga mellett. És ebben az önmagával való közösségben. Így nagy héten nem lehet, hogy ne jusson eszünkbe Péter apostol, aki még ott nagy csütörtök estén, éjszakán is fogadkozik, hogyha az összes többi tanítvány el is árul téged, én nem, én ha kell, meghalok érted. És Jézus azt mondja neki, vigyázz Péter. Mielőtt a kakas megszólal, 3-szor megtagadsz engem. De folytatja Jézus, és azt mondja, Péter, kikért téged a sátán, hogy megrostáljon, mint hogy a búzát megrostálják, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzon a te hited. És mi már ismerjük Péter egész élettörténetét, hogy ugyan átmegy a rettenetes bukáson, igaz lesz Jézus szomorú jövendőlése, hogy Péter megtagadja Jézust. De aztán Jézus, mint megmentő, szabadító, bűnbocsátó Úr, Péternek bocsánatot ad, sőt, megerősíti a felhatalmazásában, hogy Péterre odabízza újra az ő bárányait, az ő népét, hogy Péter a bűnből szabadulva, a Jézus melletti közösségben megerősödve, lehessen szolgálattevője
megváltó, megmentő, szabadító Urának. Sok-sok élet, és ott nagy pénteken a kereszt alatt még az ellenségek kimondott szava is hitelesítette, hogy Jézus másokat megmentett. De folytatták ezt a mondatot, ott az ellenségek, és így fejezték be, magát nem tudta megmenteni. Ez is igaznak tűnik. Hiszen az ellenségek elérték a céljukat. Jézus ott függ a kereszten. Jézus tehetetlen. És hamarosan elérkezik a halál pillanata is. Jézus nem tudta magát megmenteni. Másokat megmentett, magát nem tudta. De testvérek, akkor látjuk jól ennek a teljes mondatnak az igazságát, ha felismerjük, hogy Jézus nem a tehetetlensége okán, hanem az irántunk való mentő szeretete okán nem tudta magát megmenteni. Mondhatjuk így is, hogy nem akarta magát megmenteni. Magát nem mentette meg, hogy nekünk legyen megmentőnk. Önmagát nem szabadította meg, nem mert nem tehette volna, hanem azért nem szabadította meg magát, hogy nekünk legyen szabadítónk. Pasarét egykori tudós lelkipásztora, dr. Jó Sándor fogalmazza meg nagyon mélyen ezt az igazságot, akkor valahogy úgy fogalmazott, hogy Jézus onnan a keresztről, a szögek fogságából nem szabadította meg magát, hogy majd harmadnap hajnalán a halál hatalmából diadallal előjöjjön. Így lett Jézus, ami feltámadásunk záloga is. Másokat megmentett, magát nem tudta megmenteni. Ezt az ellenségek gúnyolva mondták. Biztos vagyok benne, hogy te, kedves testvérem, Jézust nem gúnyolod. Bizonyos vagyok benne, hogy Jézus iránti megrendültséggel hallgattad most a bibliai igéit. Talán még egyfajta harag is megszületett benned az akkori gúnyolók, ellenségek iránt, és Jézussal együtt érezve. De ez, testvérem, kevés. Nem elég, hogy nem gúnyoljuk. Nem elég, hogy szánjuk. Nem elég, hogy elítéljük a valóban elítélhető, méltánytalan gúnyolódást. Juss el oda, hogy Jézusban felismered a te életed megmentőjét, szabadítóját, megtartóját, üdvözítő Urát. Másokat megmentett. De jó, ha elmondhatod, nem csak másokat, engem is. De jó, ha elmondhatjuk együtt, mint most egy igét hallgató család, nem csak másokat, minket is megmentett. Nekünk is szabadítunk, nekünk is bűnbocsátunk, nekünk is üdvözítünk. Jöjjetek! Imádságban dicsőítsük ezért, ami Urunkat, a Krisztus Jézust. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőítünk Jézus megváltó szeretete csodájáért. Magadnak nem kedveztél, hogy nekünk kedvezhess. Magadat nem mentetted meg, hogy nekünk megmentőnk lehess. Köszönjük, Jézus, hogy fennmaradtál a kereszten, hogy mi ne maradjunk kárhozatban,
Isten jogos ítélő haragja alatt. Te mindvégig hordoztad az átkot, a mi bűneink átkát, hogy nekünk adhasd Isten minden áldását. Köszönjük, hogy lélekben előtte térdet hajtva, sőt, a földre borulva, hódolva, dicsőíthetünk téged, mint életünk urát, és szeretnénk odaszánni magunkat egészen neked, hiszen te egészen odaszántad magad a halálra, a keresztre értünk, add, hogy mi hálából, hála áldozatul odaszánjuk magunkat egészen a te követésedre, a te dicsőítésedre, a néked való szolgálatra. Kérünk téged, Jézus Krisztus, hogy áld meg a mi életünket, családjainkat, gyülekezeteinket, településeinket. Könyörülj egész magyar nemzetünkön, határokon belül és azon túl. Légy irgalmas a világ népeihez. Urunk, kérünk téged, mint szabadítót, mint megmentőt, hogy ennek a járványnak a pusztításából is, amikor te jónak látod, adj szabadulást. Kérünk téged azokért, akiket közvetlenül közelről érint e veszedelem, a betegekért, a beteg szeretteikért, aggódókért, a gyászolókért, könyörülj meg rajtuk. Kérünk, áld meg mindazok munkáját, odaszánását, akik az élet minden területén azért küzdenek, dolgoznak, harcolnak, hogy a baj, a betegség, a veszedelem és annak következményei elháruljanak fejünk felől. Urunk, megvalljuk neked alázattal, hogy nem jár nekünk a kegyelem, nem jár nekünk szabadító irgalmat, de mégis a kereszt Krisztusáért kérjük, könyörülj rajtunk, irgalmazd nekünk. És kérünk most téged, hallgass meg bennünket, amikor úgy is könyörgünk hozzád, ahogy a te egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Hogy elénk adja ezt Pál apostol a Korintusbeliekhez írott első levelében,
a 11. fejezet 23. versétől kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, mert elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, és ezt mondta, a pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Intő szavakat is fűzött az apostol a szereztetési igékhez, amikor így folytatta, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Jöjjetek, fogadjuk meg az intő tanácsot, Isten színe előtt megalázva magunkat, imádságban tegyük vallást a mi bűneinkről. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Alázattal valljuk meg, Istenünk, Urunk, hogy Te előled elrejtenünk semmit sem lehet. És alázattal, bűnbánattal valljuk meg, hogy éppen Jézus Krisztus kereszt halála által látjuk a maga teljes mélységében, hogy mit is jelent a bűn. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusra tekintve nem csak bűneink rettenetes ítéletét, átkát láthatjuk, nem láthatjuk Jézusban könyörülő kegyelmedet, szabadító, bűnbocsátó, feloldozó jóságodat. Megvalljuk, Urunk, hogy szükségünk van a Te szabadításodra, rászorul a lelkünk a Te feloldozásodra, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztünk ellened, önmagunk és egymás ellen. Köszönjük, Urunk, hogy vallhatunk most neked. Nem akarunk semmit megmagyarázni, nem kívánunk mentségeket sorolni. Vallunk, és hittel, reménységgel kérjük, várjuk. Hadd hallhassa meg a szívünk tőled, megbocsátottam, eredjel, békességgel. Köszönjük, Urunk. Amen. Jöjjetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi keresztjén hitünkről is. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mégis anyaszentegyházunk állandó gyakorlata szerint még három kérdést intézek hozzátok. Kérve, hogy hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen hallható szóval feleljetek. Isten szent orcája előtt megvalljátok-e, hogy ti mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, és ha Isten rajtatok meg nem könyörül, akkor büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, feleljük, megvallom.
Hiszitek-e, hogy Istennek ez az ingyen kegyelme megjelent az Úr Jézus Krisztusban, aki az ő kereszt halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek. Ha így van, feleljük. Hiszem. Ígéritek, hogy tie kegyelemért hálából, már itt a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ha így van, feleljük. Ígérem. Én is mindezeket veletek együtt megvallom, hiszem, és Isten megsegítő kegyelmében bízva, ígérem. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő szent fiáért, az Úr Jézus Krisztusért mindnyájunknak. Amen. Most, akik Isten szent lelke által illendőképpen előkészültetek, éljetek testvéreim az úri szent vacsora ajándékával. Urunk Jézus Krisztus, a te megtöretett szent testednek érdemében részeltess minket is, szegény bűnös szolgáidat. Amen. Köszönöm. Urunk Jézus Krisztus, a te kiontatott szent vérednek érdemében részeltess minket is, szegény bűnös szolgáidat. Amen. Íme testvérém, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett, és hozzátok is megbizonyított a Krisztus Jézusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus megbocsátott néktek. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben gazdagon. Amen. Jöjjetek hálaadó imádságban, köszönjük meg Istennek velünk közölt kegyelmét, a 100. Zsoltár szavaival imádkozzunk. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, végadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és az ő legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr. Örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.
Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, a rövid hirdetéseket. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Ebben a rendkívüli helyzetben most azt kérjük, hogy amit Kiki a Persejbe szán, azt otthon tegye félre, gyűjtse össze, és vagy majd, amikor a lehetőség engedi, befizeti gyülekezetünknek, vagy később átutalással is eljuttathatja adományát hozzánk. Előre is köszönjük. Hirdetem a húsvéti ünnepi alkalmainkat. Húsvét első napján délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet teszünk elérhetővé az interneten. Illetve 11 órakor húsvét első napján a megszólaló harangjaink a feltámadás örömhírét hirdetik, így is segítve azok emlékezését, akik szeretteikre emlékeznek. Áldja meg Isten a feltámadás és az örök élet bizonyos reménységével húsvéti ünnepünket és szeretteinkre való emlékezésünket. Húsvét másnapján, szintén délelőtt, 10 órától ige szolgálat lesz elérhető az interneten. Az Úr Jézus Krisztus legyen életünk, gyülekezetünk őriző pásztora továbbra is. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.